A Tiszalöki Népzenei Együttes az elmúlt évben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A minősítő versenyeken évtizedek alatt számtalan ezüst és arany oklevél tulajdonosai. Ez évben is részesei lesznek a Vas Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjének Budapesten. Működésüket támogatja Tiszalökváros önkormányzata, melyek ezúttal is köszönetüket fejezik ki. Évente 10-15 fellépésük van az ország különböző településein. Tarpától Budapestig felléptek már sok-sok alkalommal. Nagyhalász Homoktanyán az Apófalva Hagyományőrző Egyesület rendezvényén nyár elején léptek fel. A mi rendezvényünkön ők a meghívott vendégeik. Ma egy hete Mezőkövesden a Matyóföldi Tolkról Fesztiválon léptek közönség elé szép sikerrel. Mai műsorokban az akkorra tanult Matyó aratódalokat, majd Tiszamenti szerelmes népdalokat énekelnek, Béres Ferenc emlékére adják elő a tőle tanult népdalokat, végül kisvástanyai népdalok csendülnek föl előadásukban. Fogadják műsorokat olyan szeretettel, ahogyan ők énekelnek nekünk. A Népzenei Együttes művészeti vezetője 15 éve Cicerné Darai Erzsébet.
Hát most középen van, nem? Akkor most merre fordítsam balra? Nem nyúlok hozzá, hogy csak örzem Istenet, hogy de most elvítja a mozognak, hogy fogjátsam el.
Yeah.
Azért is hiszem,